Nézzük, hogy mi történik a Facebook hírekben 2017. március 29-én, ez ugye egyből Fox News, maga a névválasztás érdekes, Fox, ugye 666, arról számol be, hogy Maxine Waters képviselő nő kifejezte azt, a véleményét, hogy ő teljes mértékben ellenzi ezt az elnököt, nem tiszteli az elnököt, és nem is becsüli ezt az elnököt. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy ezek az emberek színészek, és mindenki, aki a politikában részt vesz, az valamilyen formában a tömegek manipulálását, illetve a propaganda terjesztését képviseli, és ez az ő egyetlen feladata, maga a szó képviselő, ugye, mint a reprezentatív, az elég érdekes választás. Nyilvánvaló az is, hogy Amerikában hatalmas probléma, és világszerte lassan a különböző úgymond színű emberek szembeállása, és ezt célozza meg pontosan az, hogy egy úgynevezett fekete képviselő így beszél az elnökről, az egész csak és kizárólag a feszültség szítását szolgálja, és a politikának semmi köze nincs a valósághoz, ahhoz, amit tulajdonképpen neki csinálnia kellene, ami érdeke, képviselete, ehhez egyáltalán semmi köze nincs. Villám gyorsan megnézzük maga a szó képviselő, mit kellene, hogy jelentsen. Ez ugye egy osztály, egy embercsoport, vagy egy véleménynek a képviselete. Ezt jelenteni. Gondolkozzon-e mindenki azon, gondolkozzon-e erősen, hogy ezek az emberek kit képviselnek, hogyan tudhatnák, hogy mi az, amin keresztül megy egy átlagember, és ez ugyanígy van Magyarországon is, mikor egy egész más szinten élnek, mint a legtöbb ember az országban, aki aztán azon vitatkozik, hogy melyik színészt válassza, és miért, és ő melyik bohóc csoportot támogatja, és miért, honnan lenne ezeknek fogalma, hogy min megy keresztül egy átlagember, mikor egy egész más osztályban élnek. Úgyhogy milyen fajta érdekeket képvisel azzal, hogy az amerikai elnök ellen beszél. És ez ugyanígy igaz Magyarországon, amikor az egyik csoport szídja az elnököt, a másik meg a másik csoportot, mintha az egész különböző lenne, vagy bármi köze is lenne a nép érdekeinek képviseletéhez. Demokrácia mindig is hazugság volt, és a legtöbb embernek még ez mindig nem esett le. Ó, de hát ez a hír, ez talán mindent visz eddig, amit találtam CBS News-tól. Ugye itt arról van szó, hogy ha már arról beszéltünk, hogy Trump ellen hogyan fordítják a társadalom egy részét, ez nagyszerű példa erre, hogyan lehet manipulálni az embereket. Arról beszél egy kabinettag, hogy csökkenteni fogják a segély mértékét, és ezáltal milliók néznek szembe az éhezéssel, és az Egyesült Nemzetek, ugye, ami a globalizációnak a zászlós hajója tulajdonképpen az elitnek, és azoknak, akik uralják és irányítják a világot, az Egyesült Nemzetek a zászlós hajója, ez az, ami az egész elitet képviseli. És még azt is hozzáteszik, hogy ezek az emberek a fogékonyak lesznek majd a radikalizációra, illetve az extrém nézetekre. Szóval, ha valaki egy mondatban több propagandát akar belecsempészni, akkor az nehéz lesz, de nekik sikerült, ugyanis hozzáteszik a címben az, hogy a klímaváltozás által kialakuló éhínség egy globális biztonsági fenyegetés jelent. És akkor mondja azt valaki, hogy a média nem propaganda. Mikor egy mondatban benne van a klímaváltozás, maga a földgömb program, a biztonsági fenyegetés, és az az éhínség, amit ugye Donald Trump okoz. Úgyhogy az emberek, ahogy csak így végörgetnek, egyből látják, hogy ez a Donald Trump milyen kegyetlen, és közben még látják a szót, hogy radikalizáció, éhínség, Egyesült Nemzetek, éhezés, klímaváltozás, glob, biztonsági fenyegetés, és görgetnek tovább, és nézik a kutyás videókat.
Ezt nem is tudom már hol találtam ezt a videót, orientalista.hu. Én nem olvasom el ezeket a híreket általában, de hogy igaz-e vagy sem, ez a történet szerintem nem. Épp ugyanolyan propaganda, mint a legtöbb dolog, ami ISIS-szal, vagy az IS-szal, az iszlám állammal kapcsolatos, vagy Al-Qaidával, vagy a terrorizmussal, vagy az egész terror dologgal, mint legutóbb ugye az amerikai támadások. Propaganda része félelemkeltés, gyűlöletkeltés a muszlimok iránt, az arab világ iránt, és az emberek szembefordítása. Ez az egyetlen célja a propagandának. Minél jobban szét lehet forgácsolni a társadalmat, annál jobb nekik. Mindenki, aki készpénzek veszi a híreket, az elő vagy utóbb félre van vezetve. És erre egy nagyszerű példa ez a történet, ami filmbe illik tulajdonképpen. Épp ezért én nem is gondolom, hogy ez egyáltalán bármi köze is van a valósághoz. Még egyszer mondom, minden, ami ISIS, iszlám állam, Al-Qaida, terrorizmus, az gyanúsnak kell, hogy legyen, hiszen ezek mind a kormányok által szponzorált akció. Hát ez egy aranybánya, szóval a következő ABC News arról beszél, hogy a Trump adminisztráció épp most írta alá azt, hogy ők támogatják a szénipart, illetve az energiaiparnak azon részét, ami szénből termel az energiát, és ezzel elsöpörte az Obama által hozott, ugye ők úgy hívják, hogy climate policies, ami annyit tesz, hogy a klímaváltozás megállítását célzó rendelkezések. Ezzel is tovább fokozva azt a képet Trumpról, hogy ő egy negatív karakter, aki egy egész más irányvonalat képvisel, mint Obama. Pontosan ez a lényeg, pontosan ez a színjáték lényege, hogy megosszák a társadalmat. Előbb volt egy olyan karakter, akit általában kedveltek az emberek, most jön egy olyan karakter, akit általában utálnak az emberek, és mindenkinek megvan a véleménye róla. Így működik, mint egy film, ugyanolyan, hiszen a forgatókönyvet ugyanúgy forgatókönyv írók írják, mint ahogy egy filmben, és a szerepeket is ugyanúgy színészek játsszák, mint egy filmben. Climate change, illetve a klímaváltozás természetesen egy hoax. Ők azok, akik irányítják a klímát, ugye, aki nem hallott még a chemtrailről, a harpról, és a különböző módszerekről, amivel ezt manipulálják, de elég csak az ipart megnézni, hiszen ők azok, akik a jogszabályokat engedélyezték eddig, ami teljes mértékben lerombolta a Földet. Miért nem csináltak eddig valamit? Azért, amért most sem fognak. Hiszen ez a cél. Az a cél, hogy lerombolják és élhetetlenné tegyék a Földet, hogy mindenki rá legyen utalva a világkormányra. El fognak pusztítani mindent, mielőtt még itt kormány lesz. Nem lesz lehetőség mezőgazdaságra, termelése, állattartása, semmire. Pont ez a lényeg. Azért termelik a rengeteg műanyagot, azért jön az alma Chiléből egyesével műanyagba csomagolva, és közben ők beszélnek arról, hogy hogyan fogjuk a klímaváltozást megállítani. Miért nem azzal kezdik, amit lehetne csinálni? Miért van elektromos autó már 100 éve, mi meg még mindig ugyanazzal a technológiával járunk? Azért, mert nem akarják. Ez a lényeg az egész. Villám gyorsan, mert tudom, hogy ez egyáltalán nem annyira érdekes, de a Telegraph ír arról, hogy az egyik legnagyobb háztulajdonos, ugye landlord, aki a házát kiadja a bérlőknek, megtiltja, hogy színesbőrűek költözzenek az ő házaiba, ugye arról beszél, hogy azért, mert köriszagú lesz a ház. Ahogy mondtam korábban az első hírnél, minden kormány együtt dolgozik. Mindenhol ugyanaz a program, az embereket szembeállítani egymással, és a rasszizmus, illetve az ember, a különböző színű emberek szembeállítása az egyik legfontosabb célja ennek az egésznek. Ugyanez látható ebben a hírben is, hiszen a Telegraph nem más, mint az angol képviselője ugyanannak a szemétnek, ami az ABC News, vagy a CBS, vagy a Fox News Amerikában. A hírek nem más, mint propaganda és programozás. Semmi köze a valóságnak ahhoz, ami a médiában történik. Ezeket a híreket úgy gyártják, hogy a propagandát tudják terjeszteni.
az, aki azt gondolja, hogy az igazságot nézi, vagy bármi köze is van a valósághoz, az el fog tévedni ebben a káoszban. Egy érdekesség ez Global News, ami ugye arról szól, hogy Obama 61%-os támogatottságot élvezett ugyanebben a szakaszában, míg Trump az eddigi legalacsonyabb szintre süllyedt támogatottságban. Persze, nyilván, mikor ilyen hírek látnak napvilágot, a média nem más, mint propaganda. Tereli az embereket ebbe vagy abba az irányba, amit az elit, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, akarnak, hogy az emberek gondolják. Ugyanúgy, mint az iskola, ugyanúgy, mint a tudomány, ugyanúgy, mint a szórakoztatóipar. Mind-mind része a programozásnak. Mindenki, aki erre támaszkodik, aki azt gondolja, hogy ő ismeri a világot azért, mert bemagolt néhány képletet, meg verset, az része ennek a rendszernek. És sajnos a legtöbben még nem vették ezt észre. Persze mindannyian kezdtük valahol, és nyilván hosszú-hosszú évtizedeken át én is ugyanúgy tagja voltam ennek a csoportnak, mint ahogy a legtöbben ma. De remélhetőleg előbb-utóbb sok ember számára eljön az az időpont, ami néhány számára már eljött, és rájön arra, hogy az egész élete hazugságokon alapul, és azok közül a legnagyobb hazugság maga a földgömb. Sky News arról számol be, hogy a brit lakosság fele az boldog azért, hogy megkezdődik a Brexit dolog és a kilépési eljárás. Ugye Brexit maga egy hatalmas hazugság, egy hoax, egy része a programnak és a propagandának, hiszen az emberek soha nem is tudtak beleszólni abba, hogy mi történik az életükkel. Ez nem különb az összes többitől. Eljátszották, hogy milyen szoros volt, hogy a globalizáció most mekkora csapást szenvedett el, közben pedig az egész lényege az volt tulajdonképpen, hogy elhiggyék az emberek, hogy van beleszólásuk, hogy van demokrácia, a másik pedig az, hogy tönkretegyék mind az EU, mind pedig Nagy-Britannia gazdaságát. És mint mindig sikeresek is voltak. Ahogy mondtam korábban, ABC News újra arról beszél, hogy a harc a szén ellen az véget ért, hiszen Donald Trump ugye gyakorlatilag megölte a Párizsi Klíma Egyezményt, ami egyrészt ugye nem is volt annyira egységes, másrészt pedig, még egyszer mondom, ugyanazok az emberek, akik eljuttattak minket idáig, most azokra nézünk, hogy megváltsák a világot és megmentsenek minket. Vajon mikor kezdődik el, mikor kezd el gyanús lenni az embereknek az, hogy ugyanazok, akik belerángattak minket ebbe, azzal a jogszabályozással, amit folytattak azért, mert elsősorban korruptak, azok az emberek fognak majd minket kirángatni belőle úgy, hogy közben mindannyian egységesek leszünk, és mindannyian egyenlőek leszünk egy olyan társadalomban, ahol majd a pandamacikkal fogunk játszani a dzsungelben, miközben a robot szolgáló lányok fognak felszolgálni nekünk teát, és senki nem dolgozik, csak mindenki kapja majd a pénzt, azt utazgatja a világon, meg a repülő autóján körülnéz, hogy mi van. Hogy is gondolhatnak az emberek ilyen dolgokat, hogy ők azért dolgoznak, hogy nekünk jobb legyen, mikor nekik már jó? Mit érdekli őket, hogy nekünk mikor lesz jó? ITV arról beszél, hogy ugye Skócia újabb referendum lesz, népszavazás arról, hogy elhagyják az uniót, illetve azt hiszem, hogy függetlenné szeretnének válni, nem is tudom, hogy melyik ezek közül, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy bármiféle szavazásról van szó, az minden esetben egy hoax, egy hazugság. A tömegeknek, a népnek soha nem volt beleszólása semmibe, ami az életüket érintette, egész egyszerűen csak pontosan úgy, mint a birkák, úgy menetelünk, ahogyan ők azt akarják, és az életünk nagy részét ebben a tudatlanságban éltük le. Úgyhogy most van itt az ideje annak, hogy aki még úgy gondolja, az felébredjen és lássa azt, hogy átvertek minket minden egyes kanyarban. CBC News arról beszél, hogy ezt a karaktert ugye nem engedték be az országba, hiszen ő labrador, nem is tudom, hogy mi az egy ország, vagy akármire onnan származik, és próbált bejutni az országba, de nem engedték be, és ugye ő azt mondja, hogy ez ugye racial profiling, ami azt jelenti, hogy maga a bőrszíne és a származása alapján őt gyanúsnak ítélik meg, gyakorlatilag erről van szó.
Ugyanaz, amiről már korábban szó volt, az embereket, különböző ember színeket egymás ellen fordítják, illetve mindenkit Trump ellen és az ő tábora ellen, ami túlnyomó többségében ugye fehér és igen erős patrióta érzelmekkel rendelkezik. De a lényeg nem az, a lényeg az, hogy mesterségesen káoszt teremtsenek dolgokat, elterelik az emberek figyelmét különböző mondva csinált ügyekkel. Alapjában véve azonban ugyanúgy, mint mindig, a biztonság szigorítása volt a cél, és az a cél, és innen is látszik, hogy Trump ugyanúgy része az egésznek, hiszen ez az ő rendelkezése volt, hogy nehezebb legyen az országba bejutni, illetve onnan ki. Ha már a színészeknél tartunk, akkor mindenképp érdemes Hillary Clinton-t megemlíteni. Ez ugye ismét csak CBS News, és arról van szó, hogy ugye a szlogen maga a Resistance is Persistence, ami ugye arról beszél, hogy álljunk ellen mindenféleképpen, és természetesen Donald Trumpról beszél, hogy ők álljanak ellen Trumpnak, és hogy csatlakozzanak ahhoz a kampányhoz, amit ő indít. Ugye terve volt az, hogy visszatér valamilyen formában, azt hiszem valahol polgármester akart lenni, teljesen mindegy. Ő egy meghatározó szereplője ennek a színjátéknak, Hillary Clinton ugyanúgy, ahogy a férje Bill Clinton az volt. Minden, amit csinálnak, a propagandát szolgálja, és egyfajta hazugság. Ugyanúgy, ahogy a többi, ugyanúgy csak fel akarja az indulatokat korbácsolni, erre használja fel a népszerűségét, és az a rendszer erre használja fel őt, amit ő képvisel, ő és a többi soha nem képviselte az emberek érdekeit, és soha nem is fogja. Minek is képviselni az ember érdekeit az, akinek már mindene megvan, és egy egész más osztályban mozog, és egész más nevelést kapott, mint ahogy szó volt a katolikusokról, a jezsuita iskolákról. Ezek az emberek mind onnan származnak, azért működnek együtt, mert egyfajta nevelést kaptak, így nőttek fel. Ez nem olyan nagy dolog, nem olyan csoda dolog. Azok az egyetemek, amelyeket az emberek a világon olyan nagyra tartanak, mint Cambridge, Oxford, Harvard, Yale, ezek mind egyfajta szemléletet képviselnek, és innen kerülnek ki a világ vezetői. Ezért működik így együtt a világ. CBC News arról számol be, hogy a mostani fiatalság ugye veszélyben van, hiszen Amerikában mintegy 38%-át a munkahelyeknek veszélyezteti az automatizáció, illetve a robotok. 38%-át a munkahelyeknek. Úgyhogy gondolkozzon el mindenki azon, hogy mikorra lesznek ezek az utcán, és vajon majd ki fogja fizetni az ő nyugdíját, meg a TB-t akkor, amikor nem lesz, aki dolgozzon, hanem az a néhány nagy cég, aki uralni fogja az egész világot, mint ahogy most uralja mondjuk Google, vagy Facebook, Apple, és a többi, azok még nagyobb hatalomra tesznek szert azáltal, hogy még embereket sem kell alkalmazni. És ez egy teljesen valós fenyegetés. Annyit csak, hogy itt 42%-áról beszél a munkahelyeknek, és úgy, hogy megvizsgáltak mintegy 500 különböző állást és foglalkozást. Ez ugye egy kanadai statisztika, 42%-a a munkahelyeknek veszélyben van. És hát mi is lenne, ha nem lenne egy újabb, illetve nem találnánk egy újabb programozást az űrrel és a földgömbbel kapcsolatban. Ugye arról van szó, hogy egy nehéz felfogni elsőre, szóval megpróbálom úgy, hogy lassabban elmagyarázni. Szóval lesz egy aszteroid, ami kering a Föld körül, és arról lelóg majd egy felhőkarcoló. Ez az, amit az emberek többsége képzel arról, hogy milyen világban él. Abban a világban ezek a dolgok lehetségesek, és emberek így élik az életüket, és számukra az nevetséges, hogyha valaki ezzel ellentmond, hogy valaki nem ért ezzel egyet. Szóval egy aszteroidról le fog lógni egy felhőkarcoló, és ez az, amiben, ahogy így köröz a Föld körül, hát szóval ez van. Ezzel a hírrel fejezném be, ez pedig nem más, mint a Patriot Európa Mozgalom. Mint általában ezek az oldalak, ez is némi igazságot megpróbál elmondani, azonban nagy részt a propagandát hagyja előre,
akarva vagy akaratlanul, én nem mondom, hogy ők részei ennek az egésznek, valószínűleg csak ugyanúgy meg vannak tévesztve, mint a legtöbb ember. A lényeg az, hogy ez a karikatúra, ha lehet ennek nevezni, tűnik fel az oldalon, és azt próbálja, bocsánat, érzékeltetni, hogy míg az abortuszra a fehérek várnak, addig a szülészeten a feketék vannak, és ez Európa problémája. Ez egyáltalán nem Európa problémája. Az emberiség problémája az, hogy túlságosan kényelmesek lettünk a tudatlanságban, és elhittük azt, hogy majd minden meseszerűen jóra fordul, és azok az emberek, akik uralják és irányítják a világot, értünk dolgoznak. Ez a probléma. Ezek a dolgok, mint amit a képen láthattuk most, ez ugyanúgy része a megosztásnak, mint ahogy az összes közszolgálati média, vagy információs portál, vagy egység, vagy bármi, ami a hivatalos véleményt támasztja alá. Mindenki, aki a hivatalos véleményt hangoztatja, vagy az amellett foglal állást, az mind hazudik. És tudatosan, vagy tudatlanságában, nem tudom, de mivel ők is a rasszizmust erőltetik, és illetve azt terjesztik, így ők is része a problémának, hiszen továbbra is megosztják a társadalmat, és ugyanazt, azt az elméletet, ugyanazt a propagandát terjesztik, amit az elit szeretne, hogy az egyik csoport utálja a másik csoportot. Ennyit mára a hírekről, és remélem, hogy hasznosak találtátok ezt az összeállítást. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!